igazából mi sok mindenben csatlakozunk a Föld napjához, tehát ez egy nap ugye, tehát világviszonylatban is, és Magyarországon is április 22-e a Föld napja, amikor is ugye különböző rendezvényekkel próbálnak az iskolák, különböző szervezetek kapcsolódni ehhez. Viszont mi azért már hamarabb elkezdtük ezt, tehát az egész tavaszunk arról szól, hogy a környezettudatosságra való nevelést a gyermekeinknek minél több iskolai programban, minél több iskolai rendezvénybe be tudjuk illeszteni. Ehhez van nekünk egy ilyen 4 hetet meghaladó projektünk, aminek ugye a témája a víz, és bízunk abban, hogy a gyermekeinknek ez hasznos lesz, és mire ők felnőnek, addigra egy olyan világban élhetünk, ami a környezet szempontjából egy fenntarthatóbb jövőképet vetít a gyermekeink elé. A mai előadások mennyire fontosak, hogy a gyerekek megismerjék a Kiskunsági Nemzeti Parkot, hogy ebből a témából sokkal többet megtudjanak? Megmondom, ez nagyon fontos, mert ugye a gyermekeknek az, hogy valamit tudjunk tenni, ahhoz nagyon fontos, hogy a szűkebb környezetét megismerje. Tehát ahhoz, hogy a földünkért tegyünk valamit, helyben kell tenni valamit minden egyes embernek, és ezt kell a gyermekekben tudatosítani. Gyakorlatilag elkezdtük ezt a programot már a múlt héten. Volt egy földnapi expedíciónk a Kossuth Lajos Általános Iskola 5-es, 6-os, 7-es diákjaival, és megmutattuk nekik az egyik projektünket, amit az elmúlt időszakban a Felső Mokácság Vidékfejlesztési Egyesület területén fejlesztettünk, egy pályázó egyesülettel közösen, ez pedig az újhartyáni víztározó tónak az újra vízzel való feltöltése volt ez a projekt, és hát a Kossuth Lajos Általános Iskolától ki kellett gyalogolni Vasi szőlőbe, ami hát majdnem Újhartyán határában van ez a tó. A gyerekek nagyon élvezték ezt a túrát, és volt még egy pályázunk, egy táborfalvai ökobuszt állítottunk meg Dabasi szőlőkben a falu központban, vagy a településrész központjában, és akkor ezen az ökobuszon volt egy kiállítás, ahol egy mini város van berendezve, és a városban elmagyarázták, hogy hogyan működik az energiaellátás, a víz, hogyan jutnak az ott lakók rendes ivóvízhez, milyen a környezet, milyen energiafelhasználás történik, és akkor utána kisétáltak még a tóhoz, és ott pedig bemutattuk a víztározónak az újra vízzel való feltöltésének a projektjét. Ma 2 előadást láthatnak a diákok, pontosan ezek miről fognak szólni, kik érkeztek hozzátok? Az egyik előadás az a környezetvédelemmel kapcsolatos, itt a Dabas térségéhez kapcsolódó természetvédelmi területet mutatja meg dr. Vanász Csaba. A másik előadás pedig kifejezetten a környezetvédelemre teszi a hangsúlyt, tehát a Nemzeti Környezetvédelmi Intézettől van itt egy kolléga, aki ebben a témában kifejezetten a háztartások működtetése, a jövőre való fókuszálás, hogy hogyan kell szelektíven hulladékot gyűjteni, milyen feladatok várnak majd az ifjúságra, az ő életükben mennyire fog megváltozni a környezetvédelemnek a működtetése, és hát azt gondoljuk, hogy a legjobb hely az iskola, ahol el lehet ezt kezdeni. A kollégáim is nagyon hálásan emlékeznek vissza arra, hogy a Kossuth Lajos iskolának milyen földnapi akciói voltak, és az ő életükre milyen befolyással volt, és reméljük, hogy sikerül nyomot hagynunk most a diákok életében, egy picit elmozdítani őket a környezetvédelem és a természetvédelem irányába. Az előadással az a célunk, hogy a gyerekek megismerjék, hogy milyen szép természeti értékek veszik őket körül itt Dabas környékén, és azáltal, hogy megismerik őket, szeretni is fogják. Ha szeretik, akkor már tudják, hogy mit lehet tenni a megóvásuk érdekében. A Nemzeti Parkok alapvető feladata a természeti értékek megóvása, a természeti rendszerek megóvása. Ezt nyilvánvalóan csak akkor tudjuk hatékonyan végezni, hogyha a lakosság, ezenből is a gyerekek is megismerik, hogy mit lehet tenni a természeti értékek megóvásáért, és ennek ez egy nagyon jó fóruma, hogy szerte az országban, nagyon sok iskolában előadásokat tartunk a gyerekeknek arról, hogy mit tehetnek ők a természeti értékek védelméért. Hetek óta szól a diákok élete arról, hogy környezetvédelem, erről szól az itteni kiállítás is. Mennyire voltak lelkesek ők, hogyan álltak ehhez a témához? Ahogy a túrán észrevettük, nagyon-nagyon érdeklődőek voltak, nagyon fontos volt nekik minden információ, amit megosztottunk velük, és azt kértük, hogy ők is osszák meg azokat az információkat, amiket tapasztaltak. Úgyhogy a weboldalunkon és a Facebook oldalunkon a diákok képei és az ő írásaik is meg fognak jelenni, úgyhogy ez igazi együttműködés lett a Kossuth Lajos Általános Iskolával, aminek nagyon örülünk.